Az előző szezonban az NB2-ben a Kisvárda mindkétszer legyőzte az MTK-t, amely lényegesen jobban kezdte a bajnokságot a szombati vendégnél. A mérkőzésen a hazaiaké volt az első veszélyes lövés, a harmadik percben Bognár tesztelte Felipét, aki kiütötte a jobb felső sarokba tartó labdát. A 35. percben 11-eshez jutottak a vendégek, Ilics lövése kipattant kicsekról, az érkező szaszát pedig pintél A büntetőt Vári a balra mozduló kapus mellett a jobb alsó sarokba lőtte. A második félidőben az MTK ment előre, de nem tudott komoly helyzetet kialakítani. Legközelebb a hosszabbításban járt a gólhoz a fővárosi csapat, kulcsára azonban a kapu fölé lőtte az elépattanó labdát. Így maradt a 0-1, a kisvárda pedig először szerzett három pontot az nb 1 Vári Barnavás reményei szerint egyre jobb és itt mire lesz képes a csapat. Nyilván most már régebb volt együtt játszunk, most kialakult egy más felállási forma is, más játékosokkal is, és hát hétről hétre jobb teljesítményt nyújt mindenki, egyéni szinten is és csapat szinten is. Az 50. élvonalbeli meccsét játszó Vári a Diós elleni meccshez hasonlóan higgadtan értékesítette a 11-est. Ez egy nehezebb szituáció volt. Az, hogy már kapusok szerintem meg is nézik azt, hogy miképpen végzem el a 11-est, elemzik is, illetve az időjárási körülmények igencsak megnehezítették a, a szituációt. Nagyon nagy esőzés vette kezdetét, illetve szembeszél, de boldog vagyok, hogy ettől függetlenül sikerült értékesíteni. A forduló további eredményei a következők, Debrecen Szombathely 1-1, Mezőkövesd Puskás Akadémia 2-0, Újpest Budapest Honvéd 0-0, Diósgyőr Paks 0-0 és Ferencváros videoton 2-2. A tabella érén a 17 pontos Ferencváros áll megelőzve a 16 pontos Honvédot. Az 5 pontos Kisvárda a 11. helyen várja a folytatást.